Kedves Kriszta, már hagyomány, hogy így év elején mindig összeülünk egy kis beszélgetésre, és az apropóját az adja minden esztendőben, hogy rövidesen nyitja kapuit az Agromas Expo gépkiállítás és vásár. Hát most is így van, ez másfél hét, és kinyittok. Hogyan álltok a szervezéssel, kedves Kriszta? A szervezés jól áll, a helyünk 99%-át már értékesítettük. Ez alkalommal most először 8 pavilonban várjuk majd az érdeklődőket, tehát elmondhatjuk, kicsit már lehet, hogy unalmas, de minden évben egyre nagyobb ez a kiállítás. Most elértük a vásárközpont kapacitásának a határát, tehát mind a 8 pavilonunk nyitva lesz. És hát ugye néhány éve már bevezettetek egy nagyszerű dolgot, mégpedig az, hogy november végén, december elején kihirdetitek a termékdíj pályázat eredményeit. Így volt ez az elmúlt év végén is. Hogy jött az ötlet, hogy ezt megtegyétek? Mindig nagyon erős verseny van a termékverseny, amikor meghirdetjük, idén is 31 cég pályázott, és a díjazottaknak szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy még a kiállítás megnyitása előtt tudassák a látogatókkal, hogy mik azok az újdonságok, amivel készülnek, mit láthatnak majd itt a gazdálkodók. Ezt a célt szolgálja az a sajtónap is, amit december közepén megtartunk, és innentől kezdve a cégek kezében van a lehetőség, hogy minél nagyobb hírverést csapjanak ezeknek az elnyert díjaknak. Nagyon rangos a zsűri is, az összetétele az nagyon elismert szakemberekből áll. Így van, egy nagyon érdekes zsűrit sikerült összeállítanunk. Az elméleti szakemberek mellett szakújságírók, illetve gyakorlati gazdálkodók is helyet kapnak a zsűribe. Így minden terméket többfajta szempontból vizsgál meg a zsűri. Nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati felhasználás is szerepet kap a bírálatok során. Többféle kategóriát is meghatároztatok itt a versenyben. Így van, gépesítés, input és digitalizáció, az a három kategória, amiben lehet indulni. Mindegyiken belül vannak hazai és nemzetközi kategóriák is. Ugye még mindig a gépesítés témájában indul a legtöbb pályázat, de nagyon érdekes megfigyelni, ahogy a pályázatok összetétele változik évről évre. Ez visszatükrözi azt a tendenciát, ahogy a digitalizáció is évről évre nagyobb szerepet kap a mezőgazdaságban. Egyre több olyan kiállítónk van, aki nem konkrét géppel, hanem gépekhez kapcsolódó digitális megoldásokkal vesz részt ebben a termékversenyben. Ugye korábban csak nagyobb cégek nyertek, de most ez nem így van, most a kisebbek és hát a magyar cégek is előtérbe kerültek. Így van, elég színes a nyerteseknek a névsora. Nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre több hazai gyártó is csatlakozik ehhez a versenyhez, és ez az eredményekben is meglátszik. Illetve nyilván a nyertesek között is visszatükröződik az, hogy amellett, hogy van 5 világszínvonalú erős munkagép a díjazottak között, emellett van 2 olyan termék, ami a permetezés hatékonyságát növeli digitális eszközökkel, van egy digitális öntözés irányítási rendszer, illetve van egy iPad alapú vezérlés, amit a kultivátorokhoz használnak, tehát a gépek mellett egyre nagyobb szerepe van a digitalizációnak is, és ez az a terep, ahol a kisebb cégek is sokkal nagyobb eséllyel rúgnak labdába. Ez a kiállítás, ez arról szól, hogy gépek, 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 de hát nem csak gépekről lesz szó, hanem nagyon sok más csatolt rendezvényt is szerveztek ti ez alatt a 4 nap alatt. Miket? Így van, 2 fórum színvonalon várjuk majd a látogatókat, a H és a B pavilonban 3 napon keresztül egész nap rangos szakmai programok kerülnek megrendezésre. Egyik szakmai partnerünk a MegFosz, például egy olyan programot hoz, aminek a középpontjában a forgatás nélküli talajművelés áll. Arról fognak beszélni, hogy hogyan segíti ez a talaj nedvességének a megtartását. Másik szakmai partnerünk a MegOszt, a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége 2 témával is készül most. Az egyik az erdészetek gépesítése, a másik pedig a terménytárolók, szárító rendszereknek az innovatív technikai megoldásait fogja körbejárni. Természetesen lesz szó a napjaink sláger témájáról, a precíziós mezőgazdaságról is, digitalizációról, drónokról, ezek visszatérő témák az előadásokon. Nagyon érdekesnek ígérkezik a Magyar Állam Kincstár programja is, akik pedig a támogatások kifizetési rendszeréről adnak majd felvilágosítást egy programon, és bemutatják az új applikációjukat is, ami a gazdálkodókat fogja segíteni. Most először lesz, hogy a Magyar Állam Kincstár saját standdal is részt vesz majd a kiállításon, így már nem csak az Agrárkamara standján juthatnak napra kész információkhoz a gazdálkodók, hanem ők is napi tanácsadásra fogják majd segíteni őket.
Minden évben fölhívjátok a figyelmet, hogy ha tehetik a termelők, a látogatók, akkor már interneten vásárolják meg a jegyeiket. Így van, ez nagyon a hasznos a Hungexpo applikáció, ezt javaslom mindenkinek, hogy töltse le, mert amellett, hogy meg tudja venni a jegyét, és akkor nem kell nyilván sorbálni a pénztárban, nagyban segíti a helyszíni tájékozódást is, hiszen ahogy már említettük, 8 pavilonban kap helyet ez a kiállítás, az applikáció pedig segít navigálni, hogyha meg akarnak találni egy program helyszínt vagy egy konkrét kiállítót, akkor az applikációban lévő térképek nagy segítségükre lehet ebben.